Esetmenedzsereket biztosítanak a települések számára a járások székhelyén működő családsegítő és gyermekjóléti központok. Az esetmenedzserek feladata elsődlegesen a gyermekek védelmére irányul. A napkori családsegítő és gyermekjóléti központban gyűjtik a rászorulóknak a ruhákat, a Szent Erzsébet katolikus Caritas patronálja a nehéz sorban élőket. Idén már a családsegítő és a gyermekjóléti központok összevonva működnek. Ezen a településen egy családgondozó látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással járó feladatokat. A problémák megoszlása nagyon változó, mert a kicsikortól kezdve tényleg a várandós anyát, a válsághelyzetben lévő várandós anyát is már gondozom, fogyatékkal élőkről külön népsort vezetek, rájuk is odafigyelek, tehát a születéstől egészen a halálig azt lehet mondani, hogy ez a szolgálat átfogja az egész társadalmi réteget, és minden rétegből vannak problémák, és nincs olyan réteg, akire azt mondanám, hogy problémamentes. Csókolom, Magdi néni. Jó napot kívánok. Mi újság? Hogy érzi magát ma? Nagyon szépen köszönöm, jól. Lába rendben van? Igen. Hál' Istennek. Napkoron két házi gondozó nyújt segítséget helyben az idős embereknek, a 3800 fős településen több lábon áll a szociális ellátás, a helyi idősek otthona megszervezi és biztosítja az ebédkihordást, az idősödő lakosságot naponta egy órában segítik a házi gondozók, gyógyszert iratnak fel számukra, befizetik csekjeiket, de akár a házi munkát is elvégzik. A 4000 fő alatti településeken egy, a 4000-től magasabb lakosság számú településeken két fő családgondozó dolgozik, ahol több a támogatást igénylő család, több családsegítőre lenne szükség, esetmenedzsereket biztosítanak a települések számára a járásszékhelyeken működő családsegítő és gyermekjóléti központok. Folytatjuk a gondolatot, a stúdióban vendégem Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét! Ugye két intézményt, vagy két szociális ellátási formát vontak össze januártól, és együtt működik a családsegítés és a gyermekjóléti központ. Nagyon sok feladat megváltozott, és vannak újonnan belépő jogszabályok is. Az esetmenedzserek milyen feladatot fognak ellátni járásokat? Szinten és azokon a bizonyos településeken, ahová egyes járások tartoznak. 2016. január 1-től most már csak integráltan lehet működtetni a családsegítés és gyermekjólét szolgáltatásait, feladatait. Innen jött a, gyakorlatilag az is, hogy a Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként jöttünk létre, Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ. Az esetmenedzserek szintén egy új munkakör, amit hozott a jogszabály, és a családgondozókat is családsegítővé változtatta. Tulajdonképpen a központ és a szolgálat feladata vált szét. Mint járás székhelyen működő központ, mi nem csak a központ, hanem a szolgálat feladatait is ellátjuk. A központban székhelyünk a Körte utca 41/E, esetmenedzserek és tanácsadók dolgoznak. Az esetmenedzsereknek a feladata az hatósági jellegű feladatokhoz kötött. Tehát tulajdonképpen ők azok, akik tartják a hatósággal a kapcsolatot, és ahogyan a nevükben is benne van, ők menedzselik a folyamatokat. Tehát, hogyha megnézzünk egy problémát, ami köré föl van építve a segítő folyamat, akkor az esetmenedzser az, aki becsatornázza a probléma megoldásához szükséges szakembereket. Tehát, amikor már megvan egy határozat, mondjuk egy védelembevétel, akkor ők azok, akik a gondozási nevelési tervben előírják, hogy ahhoz, hogy ez a probléma megszűnjön, a gyerek veszélyeztetettsége megszűnjön, milyen szakemberek is milyen feladatokkal kell, hogy belépjenek. Tehát elsősorban gyermekvédelemben fognak dolgozni. Egy esetmenedzserre hány település jut, vagy ez hogy lesz beosztva? Igen, ugye a jogszabály úgy írja elő, hogy járás szinten vagyunk illetékesek, tehát a nyíregyházi járás Nyíregyházával együtt 15 településből áll. Ami az újdonság és a feladatainkat így próbáljuk szervezni, az esetmenedzserek ugye a járás 14 településeire is kijárnak. Fölvettük már januárban a kapcsolatot a járás településein dolgozó családsegítőkkel, és az nagyon fontos, hogy ők egy partneri viszonyban dolgoznak együtt annak érdekében, hogy az adott problémára megoldást találjanak.
Ha így is fogalmazhatok, az esetmenedzserek azok, akik nagyon szigorúan ellenőriznek és megnézik a folyamatokat, utána járnak a dolgoknak. Ugye ott már azért nagyon szigorúan hatósági jellegű feladatokról beszélünk, míg a családsegítők a klasszikus segítői, szociális segítő munkát végzik. Jó, tehát hogyha az esetmenedzsereknek a gyermekvédelemben nagyobb szerepük lesz, és a jövőben azt szeretnék, hogy a jelzőrendszert megerősítsék, mert ez ugye már elhangzott több fórumon, akkor mit fognak tenni ennek érdekében, vagy ezért mit tehetnek? Igen, a kérdés az nagyon összetett, én azt gondolom, mert hogy a jelzőrendszerre vonatkozóan is nagyon sok mindenben szigorodott a jogszabály. Nem újdonság ez, hiszen a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak eddig is feladata volt, és ezután is a veszélyeztetettséget észlelő is jelzőrendszer működtetése. Most az esetmenedzserek mellett, ugye van egy tanácsadói tím is a Körte utcán, és az egyik tanácsadónk kifejezetten a járási jelzőrendszeri tanácsadunk, illetve szolgálat szintjén pedig van egy koordinátorunk. De ezen túl ugye a feladat az, hogy a jelzőrendszeri tagokkal kapcsolatot tartani, és a szükséges lépéseket megtenni. Itt nagyon fontos, mert egymásra vagyunk utalva. Így van. És most egy picit nem csak Nyíregyháza és környéke vonatkozásában kérdezem önt, hanem mint szakember is. Ugye tudjuk, hogy az elmúlt időszakban felszínre jönnek olyan családban meglévő és gyerekeket érintő problémák, tragédiák, ami miatt a gyermekvédelmet, illetve ezt a vonalat meg kell erősíteni, a jelzőrendszert, és azokat a szervezeteket, azokat az érintetteket bevonni a közös munkába, akik segíthetik, vagy megakadályozhatják azt, hogy gyermekeket bántalmazzanak, gyermekéheztetés, stb. Nem sorolom föl, hogy mennyi minden problémával szembesülnek ezen a területen. Hol lehetne hatékonyabb a munka, mit lát? Én azt gondolom, hogy a jelzőrendszeri tagoknak az odafigyelése és az időben történő jelzés az rendkívül fontos. Nagyon sok akadályba ütközünk így is, tehát hogy azért azok az érintett felek, az ügyfeleink nem minden esetben együttműködőek, nyilván ahol probléma van, ott pedig talán még nehezebb a kapcsolatot fölvenni, de itt még nem ér véget a munkánk. Tehát a jogszabály is azt írja elő, hogy a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy kik a jelzőrendszeri tagok. Tehát akik, és ha most csak a gyerekeknél maradunk, akik gyakorlatilag mindennapi kapcsolatban állnak a gyerekekkel, tehát az egészségügyi szolgáltatást végzők, különösen a védőnők, házi orvosok, gyerekorvosok, a személyes gondoskodás nyújtó intézményekben dolgozók, a közoktatási intézmények, de a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, tehát nagyon, nagyon hosszú a lista, és az, hogy mi összehangoltan végezzük a munkánkat, hogy a szükséges jelzést megtegyék, és ugye veszélyeztetettség esetén egyből a gyámhivatalnak is élhetnek jelzéssel, az rendkívül fontos. Ez nagyon nehéz téma, mert nagyon nehéz megállapítani egy védőnőnek, illetve egy pedagógusnak, hogy mikor avatkozhat be, mettől magánügy, egy családi ügy, vagy mikor veszélyeztetett egy gyerek, illetve hát a másik oldal pedig a segítség elutasítása. Ez még egy probléma, ezeket át lehet hidalni, mit tudnak tenni, milyen eszközrendszerük van erre vonatkozóan. Hát nagyon remélem, hogy találunk megoldást, mert itt gyakorlatilag, ha csak egyetlen egy eset csúszik ki a kezünk közül, abból már tragédia van. Tehát az eszközrendszerünk az továbbra is az, hogy odafigyeljünk, és az információhoz jutás az egy szintén egy lényeges dolog. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a védelme érdekében akár a szomszéd, a családtagok, vagy velük foglalkozó szakemberek, hogyha figyelik a reakcióikat a gyerekeknek, akkor abból nagyon sok mindent le lehet szűrni. És inkább érjen el, nyilván nem egyfajta vádaskodásként kell érteni ezt a jelzést, hanem csak egy figyelemfelhívás. Tudják, hogy hová kell fordulni? Mondjuk egy pedagógus, egy védőnő, egy szomszéd, de akár egy gyerek is, akivel kapcsolatban történt valamilyen sérelem? A szakmacsoportokkal január óta próbáljuk személyesen fölvenni a kapcsolatot, információkat nyújtani, és a lakosságnak is idézőjelben egy kis roadshow-t tervezünk, ahol reklámozzuk a szolgáltatásainkat, elérhetőségeinket és az eszközöket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!